Oltatják az 5 és 12 év közöttieket, az EU gyógyszerügynöksége engedélyezte a gyerekek oltását, meghosszabbítják az oltási akcióhetet, 5 féle vakcinával várják az oltakozókat, novellák esztergomról pályázat, átadták a díjakat és kötetbe szedték a beküldött műveket. Üdvözlöm Önöket, a Régió Televízió esztergom hír összefoglalóját látják. Az Európai Gyógyszerügynökség bejelentette, hogy engedélyezte és javasolja a Pfizer-BioNTech koronavírus elleni vakcinájának használatát az 5-11 éves korosztálynál is, írja az ügynökség oldala. A bejelentés szerint a 12 év alattiak esetében a vakcina adagja kevesebb, pontosan harmadannyi lesz, mint amit a 12 év felettieknél alkalmaznak. A gyógyszerügynökség tájékoztatása szerint a vakcina hatékonyságát közel 2000 olyan 5 és 11 év közötti gyereknél vizsgálták, akiknél nem volt jele korábbi fertőzésnek. A gyógyszerügynökség vizsgálatai szerint a Pfizer vakcinájának előnyei az 5-11 éves gyerekek esetében meghaladják a kockázatokat. A teszteken részt vett gyerekek egyik fele a Pfizer vakcináját, egy másik része pedig placebót, azaz úgynevezett hatóanyag nélküli gyógyszert kapott. Az oltóanyagot kapott 1305 gyerek közül 3 fertőződött meg koronavírussal, míg a placebót kapott 663 gyerek közül 16, írják. Majd hozzáteszik, ez azt jelenti, hogy a vizsgálat szerint a vakcina 90,7%-os hatékonysággal előzte meg a koronavírus fertőzést. Ahogy azt az Origo.hu is megírta, Gulyás Gergely korábban azt mondta, az Európai Gyógyszerügynökség jóváhagyja, akkor Magyarországon is oltatják majd az 5 és 11 év közötti gyerekeket. A miniszterelnökséget vezető miniszter akkor úgy fogalmazott, hogy bármelyik vakcinával, melyre uniós vagy magyar engedélyt adtak ki. Jelenleg a környezetünkben rengeteg iskolában és óvodában bizonyos csoportok vagy osztályok zárva vannak folyamatosan, mivel mindenütt felveti magát a COVID-megbetegedés, amennyiben a kisebb korosztályok is oltatóvá válnak, akkor van arra esélyünk, hogy meg tudjuk egy kicsit akadályozni a fertőzés terjedését, és talán kevesebb lesz a karantén is. Egy héttel meghosszabbítja a kormány a hétfőn indult oltási akcióhetet. December 5-éig továbbra is várják az oltakozókat 5 féle vakcina elrendelkezésre. Az oltóorvos segít kiválasztani a megfelelő vakcinát. December 20-át követően az 5 és 12 év közötti gyerekek számára is elérhető lesz a vakcina. Többek közt ezt jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában november 26-án. A kormányfő azt is kiemelte, hogy miután egy nagy gyógyszergyártó cég megkapta az engedélyt az 5 és 12 év közötti gyermekek oltására, Magyarország is szerzett 2 millió vakcinát. Az első szállítmány december 20-a környékén fog megérkezni, 130 ezer adag lesz, és utána folyamatosan fogják majd szállítani Magyarországra a gyerekek számára elérhető vakcinát. A szülőket arra kérte, gondolják át, és ha tehetik, akkor oltassák be a gyermekeiket. A miniszterelnök a harmadik oltás fontosságát is hangsúlyozta. Jön a karácsony. Tavaly kis karácsony volt, mert nem volt vakcina. Idén lehet nagy karácsony, de csak akkor, hogyha a harmadik oltást felvevőknek a száma megnő. Az európai átlag egyébként olyan 6-7%-on van, mármint a harmadik oltást felvett embereknek az aránya, ez Magyarországon több mint 20-21%. És ha ez így megy tovább, akkor erős védettséget tudunk kialakítani. Átadták a Szentendrei Bölcsőhegyi kilátót, a természetjárók mostantól a népszerű Lajos forrás felől 2 körtúrával is megközelíthetik a több mint 7 méter magas körpanorámás turisztikai látványosságot. A Pilisi parkerdő területeinek népszerű kirándulóhelyeit évről évre egyre többen látogatják. A járvány miatt az erdei kirándulások száma is megsokszorozódott. A szakemberek szerint éppen ezért nagy szükség van az erdei ökoturisztikai infrastruktúra fejlesztésére is. Bölcsőhegyről elnézünk abba az irányba, akkor ott Szentendre város vonulatait lehet látni. A környező hegyeken kívül tiszta időben akár a Mátra vonulatait is lehet látni a körpanorámás 7 méter magas kilátó tetejéről. Vigyázz, csúszik! Az 587 méter magas Bölcsőhegyen átadott új kilátó megépítése nem volt egyszerű feladat. Az előre legyártott elemeket ezen a szűk, meredek ösvényen kézzel hordták fel a szakemberek. Ja, maga a kilátó nem egy hatalmas létesítmény, eleve a tervezésnél is kellett arra figyelni, hogy ide kimondottan csak gyalog lehet följönni, tehát az építők minden egyes építőanyagot erre a pár száz méteres magasságra is a vállukon hordtak föl. A 65 ezer hektárnyi erdőterületen gazdálkodó Pilisi parkerdő kiránduló helyeit csak ebben az évben mintegy 30 millióan látogatták. A 30%-os növekedésben rendkívül nagy szerepe volt a járványnak is. Ezt a gyakorlott túrázók is tapasztalják.
Pilis-Visegrádi hegység mindig közkedvelt volt, különösen a fővárosi turisták, kirándulók között, de az elmúlt években én is, aki családdal nagyon sokszor, amikor alkalmas az időjárás, túrázunk ezeken a turista utakon. Az új kilátó átadó ünnepségén az Agrárminisztérium erdőkért felelős államtitkára arról beszélt, hogy az ökoturizmus fejlesztésében kulcs szerepet játszanak a magyar erdők is. Az elmúlt közel 10 évben 27 milliárd forint értékű fejlesztést hajtottak végre az Agrárminisztérium irányítása alá tartozó erdőgazdasági részvénytársaságok. Csak néhány számot illusztrálva, 52 darab kilátót adtak át, 47 darab szálláshelyet fejlesztettek, és úgy általában ezen kívül is egy 150 darab egyéb turisztikai létesítmény felújítását végezték el. Az újonnan megépült kilátót a Pilisi Parkerdő a Magyar Természetjáró Szövetséggel közösen adta át. Az elkövetkezendő évek egyik legfontosabb feladata a látogató menedzsment, tehát hogy olyan kevésbé ismert helyekre tudjuk elcsalogatni a turistákat, ami lehetőséget ad arra, hogy a túlzsúfolt helyek egy kicsit ritkuljanak. A Bölcsőhegyi kilátó terveit Koller József Ybl-díjas építész készítette. A beruházás több mint 29 millió forintnyi kormányzati támogatásból valósult meg. Számos fejlesztés valósult meg az elmúlt időszakban Piliscsében. Az önkormányzat és a helyiek társadalmi munkájának köszönhetően megújultak a járdák a Béke és az Urbanics utcákban. A Magyar Falu programból az óvoda és a Jubileum tér játszóterét fejlesztették, és ebből újult meg a temető urnafala is. Egy új multifunkciós traktor beszerzésére is lehetőség nyílt a Magyar Falu program keretében. Ugyanebből a fejlesztésből valósult meg a településen működő fogorvosi rendelő és a védőnői szolgálat egészségügyi eszközeinek bővítése is. Az eszközök átadójára november 26-án pénteken került sor a településen. A mai napon két dolgot sikerült átadnunk, egyrészt orvosi műszereket a rendelőben, 2 millió forint értékben, amelyből több mint 1.600.000 forint a Magyar Falu program forrásaiból származott, és egy 15 millió forintos pályázati forrásból vásároltak egy közterületi munkagépet, egy multifunkcionálisat, amit még 3 millió forinttal az adatterek beszerzésével kiegészített az önkormányzat is. Pilisév nagyon sikeres a többi településhez hasonlóan a Magyar Falu programban, jövőre ezt folytatjuk. Átadták az esztergomi Novellám című pályázat díjait november 24-én a Kapcsolatok házában. A pályázatot az Esztergom újság és Esztergomváros önkormányzata 2020. augusztusában hirdette meg. A beérkezett több mint 40 pályaműből a háromtagú zsűri két korcsoportban 3-3 díjazottat jutalmazott. Sajnos a vírus helyzet ezt nem úgy hozta, de szerencsére össze tudtunk gyűlni. A pandémia miatt húzódott el a novella pályázat eredményhirdetése. A Kapcsolatok házában a járványügyi előírások figyelembevételével egy szűkkörű díjátadót rendeztek. Nagyon színes pályaműveket kaptunk, minden egy 41 pályamű más és más oldalát mutatja meg Esztergomnak. Nagyon érdekes volt őket olvasni. Különböző korosztályból érkeztek ezek a pályaművek, de mindben egységes, hogy érződik bennük Esztergomnak a szeretete. Szívből gratulálok, hogy megosztotta velünk ezt a történetet. A gyermekkorcsoportban az első helyen Szabó Hajna Andrea végzett, aki a sót fuvarozó csónaki dédapja második világháborús történetét mesélte el. Át kellett kelnünk a Mária Valéria hídon, amikor visszafelé jöttek, ez 1944 karácsonyán történt, akkor már a németek már majdnem felrobbantották a hidat, de őket még átengedték, és erről szólt a novella, hogy át tudtak még rajta menni. És pont amikor átértek rajta, utána nem sokkal robbantották fel a hidat. A gyerekeknél Fekete Jázmi lett a harmadik, Ágfalvi Flóra vehette át a második díjat, a felnőttek között Vas Fruzsina nyert. Az én novellám a Transmutáció, ez már részletekben megvolt a naplomban. Én tipikusan az az ember vagyok, aki minden nap ír, de csak az asztal fiókjának, és nem szoktam megmutatni őket. És ebben az esetben viszont úgy éreztem, hogy van egy olyan tartalma, egy olyan mondani valója a történetemnek, ami megéri azt a kockázatot, hogy a publikumnak megmutassam. Halasi Erika írása második díjat nyert, harmadik helyen Palkó Bendegúz végzett. 2021-ben nemhogy írni nem divat, hanem olvasni se nagyon, ezért én szeretnék gratulálni önöknek,
hogyha az időnk és a lehetőségeink engedi, akkor jövőre ugyanilyen novellás kötettel, sőt verses kötettel is megpróbálunk jelentkezni és ösztönözni azokat, akik idén részt vettek ebben. Jövőre is tegyék meg ugyanezt. A pályázatra beérkezett művekből megjelent egy novellás kötet is. A könyvet a díjazottak és a hozzátartozóik is megkapták ajándékba a díjátadón. A pályázat jövőre versekkel kiegészülve folytatódik. Gőzerővel készülnek a visegrádi Nagyvillám sípálya üzemeltetői a téli szezonra. November 26-án a felvonók karbantartási munkálatait végezték, hogy a nyitásra minden a legnagyobb biztonsággal, technikai problémák nélkül készen álljon. A Magyarországon szinte egyedülálló panorámával rendelkező sípályán a hóágyuk is készen állnak az üzemelésre. Jelenleg a műpályán zajlanak a síoktatások több turnusban. Az üzemeltető tartós hideg napok és havazás idején akár már december 1-jével kinyithat. Csak tavaly pár hónap alatt több mint 5000-en használták a pályát, sokan a fővárosból érkeztek azért, hogy a visegrádi hegyekben síeljenek. Most arra készülünk, hogy ha leesik egy 10 centi, legalább 10 centi természetes hó, hogy akkor egyből meg tudjuk nyitni a pályát. Azért nekünk az az előnyünk, hogy már felállt az összes hálózásunk, védőeszközök, minden kint van. Természetesen a hóágyukkal tudjuk stabilizálni a pálya alapot, ahhoz nekünk kell egy 3-4 hideg éjszaka. Azt nem tudjuk viszont, hogy mikor fog jönni. Viszont természetes hó meg bármikor eshet, és szeretnénk úgy felkészülni, hogy december 1-től ez azonnal üzemkész legyen. Babics Mihály munkásságát kutató szakemberek gyűltek össze a Pázmány Egyetem esztergomi képzési helyszínén november 26-án. A kétnapos tanácskozást az egyetem, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézete és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság szervezte. Az esemény során a kutatók Babics prózáit, esszéit, tanulmányait és költészetét vizsgálják tudományos szemszögből. Ez a második konferenciánk ebben a körben, 2 éve volt az első, és a távlati célunk természetesen az, hogy a magyar közönség és egyébként nemzeti közösség számára is olyan szövegkiadásokba biztosítsuk Babics műveinek elérhetőségét, amely mindenki számára betekintést nyújt ebbe a nagy költő szövegvilágába. Friss híreinkkel legközelebb szerdán jelentkezünk. Addig is, ha gondolják, látogassák meg a honlapunkat, illetve keressenek minket közösségi oldalunkon további információkért. További szép napot kívánok Önöknek, maradjanak az RTVM műsorán, viszontlátásra!